Sziasztok, Gémencegy, és ez itt az EFC 25 Akadémia Legendák Bromley sorozat 26. része. Ebben az epizódban elkezdjük a szezon utolsó harmadát, ha ezt lehet így mondani, mivel be fogjuk fejezni februárt a Bradford City és a Crawley Town ellen, majd aztán elkezdjük márciust a Doncaster Rovers elleni mérkőzéssel, és hát ugye, ahogy azt már csináltuk szinte a szezon eleje óta, egy promóció helyért küzdünk jelenleg, legyen az automatikus vagy playoff helyezés, és nagyon jó formában vagyunk ahhoz, hogy ezt a promóciót valahogy elcsípjük. Így fogunk felállni a Bradford City ellen: Hopkins, Ali, Costa, Gyorgyevics, Ahn, Freeman, Koch, Brewer, Diaz, Jakobson, Dominguez, Bromley, Bradford City. Kevin O. Teszi tovább Smithnek. Smith! Gól! 8. perc, megszerzi a vezetést a Bradford City Smith révén, 0-1. Adrián Diaz játszottja meg Christopher Jakobsont, középen érkezik Dani Dominguez egyedül, meg is kapja Dani Dominguez! Mellé. Adrián Diaz, lágyan középre, Jakobson ugrik fel, ez kifogás! Dani Dominguez azt miért nem kapu felé fejelte? Miért a kapus felé irányította azt a fejest? Visszatett labda Smith! Hopkins! Il-Jung Ahn hozza előre nagyon nagy lendülettel. És a jobb hátvéd nagyon sokáig elmegy vele. Il-Jung Ahn most áll meg várni embereket. Megkapja Jakobson! Stubbs belövi bele. Smith! Jó labda Kevin O! Szerencsére nem találja el Hopkins kapuját. Ezt Koknak le kell fejelnie. Diaz. Dominguez. Jó a passz. Jakobson nincsen lesen. Christopher! 54. perc. Christopher Jakobson először igazán kerül helyzetbe ezen a mérkőzésen, és betalál belőle. 1-1. Diaz egyből teszi tovább Jakobsonnak. Ó, de tökéletes labda! És 10 perc alatt duplázik az izlandi Christopher Jakobson. Adrián Diaz gyönyörűen tette oda neki azt a labdát. Gyönyörű volt a passz nehézség, a helyezés, és Jakobsonnak már nem kellett többet csinálnia, mint hogy belője a Bradford kapuba. És 0-1-es hátrányban visszajövünk. 2-1 Bromley. Jakobson egyből teszi tovább Ártan Hikának, aki még aligha pár perce volt a pályán, és már is kialakított egy helyzetet. Pierce. Jó passz, Pattison. Ez hogy fog végződni? Hopkins védéssel. 83. perc, Bradford City szöglet. Odor fogja elvégezni. Nagyon jól kanyarodik, Sasha Koch viszont magasabbra emelkedik, mint a többiek. Jakobson. És ezzel elindítja Ártan Hikát megint. És a koszovóinak most le kell futnia egy jó nagy területet, de megcsinálja Ártan Hika! Hát legalább ha gól nincs belőle, akkor az idő megy vele. Walker. Hátrafele megy a Bradford City, viszont nem tudjuk, hogy mennyi a hosszabbítás. Smith. Még egy el tovább. Walker! Hopkins, 93. perc, még mindig lövésem sincs, hogy mennyi a hosszabbítás. 2 perc. De még jöhet egy szöglet. Right. Nem érkezik rosszul, Burn teszi bele a fejét, és róla megy ki. És vége a mérkőzésnek. Hátrányból fordítunk a Bradford City ellen, ami egy ritka esemény a Bromleyval. Nem igazán szoktunk hátrányból fordítani mérkőzéseket. Általában, ha nyerünk, akkor előnyből nyerjük meg azokat. De most hátrányból fordítottunk. A végén kicsit azért oda kellett figyelni, hogy nehogy kiegyenlítson a Bradford City, aztán Ártan Hika bejött még azelőtt, és volt két helyzete, amivel talán tudott volna két gólt lőni, és egy kicsit kényelmesebb lett volna ez a mérkőzés, de a végén Christopher Jakobson duplájával a vége Bromley 2, Bradford City 1. És el is feledkeztünk Dominguez-nek arról a nagy kihagyott helyzetéről. A második helyezett a harmadik helyezettel február utolsó mérkőzése, viszont a győztes felugorhat a tabella tetejére is. Így fogunk felállni a Crawley Town ellen: Hopkins, Ali, Costa, Gyorgyevics, Ahn, Freeman, Koch, Brewer, Souza, Jakobson, Kunya, Bromley, Crawley Town. Sok terület, Anderson még egyet tovább, Sedlier pedig mellé lövi. Souza, Jakobson kiugrásra készen, fejjel teszi maga elé az izlandi. Christopher Jakobson visszaívek középre, Kunya fejjel, Souza szerintem lesen. Nem volt lesen, szóval ez egy nagyon nagy védés volt valakottól. Freeman, még egyet tovább, az nagyon szép, Kunya!
16. perc, Adriano Cunha a gólszerző. És azok után, hogy ott percekig a Crawley 16-oson belül pattogott a labda, megszerezzük belőle a vezetést. Connor Freeman nagyon szépen időzített labdája, Cunhának pedig, hogy éppen estében be tudta fejezni. 1-0 Bromley. Hepburn Murphy. Hepburn Murphy visszakerül hozzá, és az a labda nagyon jó Swannak. Egy kicsi szerencse a Crawley Townnak. A 30. percben a szerelés visszapattant Hepburn Murphy, ez aki meg tudta indítani Swant, és ebből talál be a Crawley. 1-1. Swan még egyet tovább, Hepburn Murphy. Hepburn Murphy vissza! 2-1. Hát az, amit megúsztunk a Crawley ellen, azt most megkapjuk, vagy megúsztunk a Bradford ellen, azt most megkapjuk a Crawley Town ellen. A Bradford nem tudott a másik félidő hosszabbításában gólt szerezni, a Crawley viszont tud az első félidő hosszabbításában. Swan duplázik, és most a Crawley az, aki hátrányból fordít. 2-1 a 48. percben. Brewer, és ott megnyílik a terület Cunhának, aki lekészíti Jakobsonnak az érintés! Azt hittem túl sok, de nem, 49. perc, szinte ugyanabban az időszakaszban szerez gólt Jakobson, mint Swan második gólja. Christopher Jakobson, nagyon jó kezdés a második félidőre. 2-2. Ez volt Jakobson 20. League 2 gólja ebben a szezonban a 30. mérkőzésén. Hihetetlen fogás az izlandi. Ostega, Sedlier. Sedlier lekészíti Hepburn Murphynek mellé. Szegény Bruno Buscht leigazoltuk, és pár hónapra rá az akadémiából feljött egy játékos, aki kiszorította a kezdő 11-ből. Cunha egyből teszi tovább Jakobsonnak, a szög az ellene van, de! Hát azt hogy? 58. perc, Jakobson megint lő 2-10 perc alatt. De az hogy jutott át Volakoton? Hogy jutott át a Crawley kapuson? Hát ebből a szögből talán egy jó választ fogunk erre kapni. Hát ez klasszikus FIFA. Hát ezt nem tudom, hogy baltázta el ennyire Volakot. 3-2. Swan. Hepburn Murphy! Án felrúgta Hopkins-t, szerencsére ezért nem kaphat sárgát, ha a saját játékosát rúgja fel. Labdaszerzés Kochtól, Souza pedig egyből adja Jakobsonnak, aki lekészíti Cunhának. Adriano! Volakot ezt most biztosabb kezekkel védte. És Hepburn Murphy csúsztatásával jöhet Swan, aki ugyanúgy mesterhármast keres, mint Christopher Jakobson. Kamara, Freeman, Souza, és ott mehet Jakobson, megy is Jakobson, Christopher Jakobson. A becsúszás nem jó. Egy pillanatra összezavarodtam a gombokkal. Az végül Souzáé lesz. Cesar Souza. Freemannek hátra. Cunha. Még egyel tovább. Brewer. Még egyel tovább. Án. Il-Jung Án lepattan egy Crawley emberről. Volakot élesz és a meccsnek vége. Hó, de kellett már egy ilyen mérkőzés, egy olyan mérkőzés, ami tipsy-törvi, fordulatos és eseménydús. Azután, hogy ez a Bromley nem igazán a világ legizgalmasabb futballját játsza, kellett ide egy ilyen mérkőzés. Vezettünk, majd aztán az első félidő végére előnnyel vonult a Crawley az öltözőbe, és aztán Christopher Jakobson megint lőtt 2-10 perc alatt. A második gól egy mai napig, még mostanáig is érthetetlen gól, hogy az Volakot hogy védte be. De a végeredmény Bromley 3, Crawley Town 2, amivel lehet, hogy ezt a meccsnapot a tabela tetején fogjuk tölteni. Nincsenek könnyű mérkőzéseink mostanában. A negyedik helyezett Doncaster Rovers otthonába látogatunk egy... Hát nekem nem tetszik, hogy mennyire átforgatott kezdő 11-jel, de hát a fitness miatt ezt végre kell hajtani. Hopkins, Ahmed, Bush, Ujevic, Manga, Freeman, Koch, Brewer, Diaz, Cairo, Dominguez, ez a kezdő 11-jünk, Doncaster Rovers, Bromley. B, C, D. Bradford, Crawley, Doncaster. Diaz. Ott megy ezzel a Brewer, meg is találja az angolt a labda. Dani Dominguez, szerencsével ott marad nála. Dani! What a hit, son! 26. perc! Hát kiszedte a pókhálót a bal felsőből a portugál. Dani Dominguez!
Hát egy jó 20 méterről körülbelül. Lovely, 1-0 Bromley. Nagyon nagy akaraterő van benne azután, hogy mit hagyott ki az epizód első meccsén. És hát az akaraterő az mutatja magát, mert a 33. percben Dani Dominguez lő 2-t a Doncaster otthonában. Hát ahhoz képest, hogy az epizód elején azt a nagyon nagy helyzetet elpuskázta, most lő 2 nagyon szép gólt. 2-0. Hurst, Hopkins. Doncaster szöglet, Westbrook. Nem érkezik rosszul. És Nixon fejesét én bent láttam. Szerencsére elsuhan a kapu mellett. Azt kell mondani, hogy Jussumanga egy szolid teljesítmény nyújt egy feljutásért harcoló csapat ellen, ahhoz képest, hogy már nagyon hosszú ideje nem kapott lehetőséget a kezdő 11-ben. Voltak pár megingásai Jussumangának, de úgy az őszintét megmondva így teljes szempontból egy nagyon jó mérkőzése van, az pedig Lesen. Az egy Lesen. Freeman megint középpályáról érkezik, és megint kioszt egy jó labdát, Olovu viszont először szabálytalannak éreztem, de aztán rájöttem, hogy nagyon fontos és nagyon jól időzített labda érintése volt. Manga pedig megint ott van egy passz belelépésbe. I love it! Diaz. Morettinek íveli fel. Moretti fejjel maga elé. Moretti! Sherman Lowe! Olovu. És azt elvégül Sherman Lowe elrúgja onnan. A másik oldalra. Hurst. Hurst veszi le. Manga pedig szereli. Isten, Jussumanga, mi ütött bele, te jó ég, Moretti? És a labda megy ki a szélre, Dani Dominguez. A labda érkezik középre, Olovu fejeli föl. Dani Dominguez vissza, Diaz. Még egyet tovább, Cairo! Sherman Lowe még a végére véd egyet, Senior. Megfordul és itt a vége. 94 perc játék után 2-0-ra verjük a Doncaster Rovers-t a saját otthonukban, amivel tartjuk a nyomást az előttünk lévő Peterborough-on. És hát lehetne azt mondani nekem, hogy a man of the match az a két gólt szerző Dani Dominguez, de én ezt meg fogom hazudtolni, és azt mondom, hogy Jussumanga a mérkőzés embere. Bejött Án helyett a jobb hátvéd posztra, azok után, hogy nagyon hosszú ideje nem játszott már. És he bossed it. Ő volt a legnagyobb oka annak, hogy nem kaptunk gólt ezen a mérkőzésen. Nagyon nagy teljesítmény volt Jussumangától. A vége Doncaster 0, Bromley 2. És hát ezt az epizódot a tabella tetején fejezzük be 64 ponttal 35 meccs után, ami azt jelenti, hogy még van 11 mérkőzésünk hátra ebből a szezonból, de nagyon jól esik azt az egyes számot látni a nevünk mellett. A Peterborough egy ponttal van mögöttünk, ugyanannyi mérkőzést játszva, viszont a Crawley Townnak még mindig kettővel kevesebb meccse van. 58 ponton vannak ők, és hogyha megnyerik mind a két mérkőzésüket, akkor ugyanannyi pontjuk lesz, mint nekünk, viszont jobb lesz a gólkülönbségük, szóval automatikusan fel fognak ugrani elénk. Végre a tabella tetején találjuk magunkat, ami megérdemelt volt az utóbbi idők eredményeiből, és nagyon szépen néz neki egy bajnoki cím a League 2-ban, viszont nem menjünk nagyon még előre, 11 mérkőzés hátra van, aminek az egyikője a Tranmere Rovers elleni Prenton Parkos vizit lesz a következő epizód elején. Ennyi volt a 26. rész, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!